Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Gondolom, hogy egyetértenek velem, kedves nézőink, hogy Székesfehérvár a művészetek városa is. És ez mindig megerősítetik, esztendőről esztendőre kapunk valami újat. Ugye nemrégiben, 2015-ben értük el, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar profi lett, annak minden nyűgével, de minden örömével együtt. A Vörösmarty Színházról tudjuk, hogy Szikora János igazgatása alatt megújult. Működnek Székesfehérváron azok a kisebb társulatok, színházi társulatok, amelyek szintén fazont szabnak a székesfehérvári színházi életnek. Gondolok itt elsősorban a Szabad Színházra, a Prospero Színkörre, a Fehérholló Diák Színpadra és a többiekre. De emellett óriási lépés volt, hogy megjelent Székesfehérváron a balett, méghozzá egy önálló társulattal, Egerházi Attila igazgatásával, művészeti vezetésével. Azt hiszem, azóta már számtalan beszélgetésen vagyunk túl. Önök is megtapasztalhatták, hogy fantasztikus előadásokban lehetett részük. És hát most úgy gondoltuk, hogy a Romeo és Júlia folyamatos bemutatása után kicsit ismerkedjünk meg közelebbről mindazokkal, akik sokat tesznek azért, hogy a balettművészet elnyerje az őt megillető rangot itt ebben a városban. Így aztán vendégünk Bokros Barbara balettáncos, egyben a Balett Színház művészeti titkára. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, a hosszú bevezető után azért nagyon fontos megtudni, hogy egy ifjú hölgy miként választ magának hivatást. Hogy kerül közel a balettművészethez? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy az emberek zöme, sőt, ugye a televízióból táplálkozik ilyen értelemben. Tehát valahol kell hozni egy döntést, és a döntés felelősségét persze viselni a későbbiekben. Igen, ez így van. Hát ez általában gyerekkorban kezdődik, vagy valamilyen előadás kapcsán, ugye egy kisgyermek elmegy színházba, és annyira megfogja őt az adott előadás, vagy a közeg, amiben nevelkedik. Az én esetemben ez egy táncszakozatos iskolával kezdődött, ahol én elkezdtem a tanulmányaimat, és nekem ez valahogy az élet természetes része volt, hogy a tánc az életemben van, és ez annyira adta magát, hogy nem is nagyon volt más út, amifelé szívesen mentem volna. De ha valaki a táncot volna választja, akkor az lehet néptánc, aztán a később bármilyen modern táncszak, és igen, lehet klasszikus balett. Igen, tehát igen, itt, igen. Azért itt is döntenet kellett. Hát ez mindenkinek a saját adottsága, a preferenciája. Nagyon nagy mértékben tanárfüggő, pedagógus függő. Tehát olyan pedagógusok vettek körül, akik azt mondták, hogy próbáld meg, mert megvan benned a lehetőség, a tehetség. Egyrészt igen, másrészt meg akkora támogatást és szeretetet kaptam tőlük, illetve a szakma szeretetét is át tudták adni, hogy az volt-e példaképed? Tehát még a döntés előtt volt-e olyan, akire azt mondtad, hogy szeretnél hasonlítani? Érdekes, de nekem nem volt. Nem volt. Tehát egy konkrét fix példaképem így az életem során nem volt. Sok mindenki volt, aki megfogott, vagy aki tetszett, vagy akit egy darabig pályámon úgy követtem, de ilyen nagy ideálok nem voltak az életemben. Egy köznapi ember nem tudja elképzelni, hogy egy balettintézetben milyen komoly munka folyik. Az abszolút teljes embert kíván. Tehát egy törékeny ifjú hölgy, ráadásul ugye arról beszélünk, hogy Prágában tanultál. Igen. Ez óriási kihívás lehet. Hát ezek nagyon nehéz évek voltak, de rengeteget tanultam. Az én esetem egy kicsit más, mert én ugye tánctagozatos iskolába jártam, mikor fiatal voltam, amikor gyerek voltam, tehát nem balettintézetben. Prágába 20 évesen, 19 évesen kerültem, tehát akkor már mondhatni, hogy felnőtt voltam. De így is nagyon-nagyon nehéz volt, és átéltem azt, amit a kisgyerekek 6 éves koruk óta, vagy 10 éves koruk óta átélnek. Hát igen, nagy kihívás volt, de rengeteget adott az iskola, és nagyon sokat tanultam. Milyen mestereid voltak? Ugye klasszikus balettet tanultál? Főleg modern irányba mentem én mindig, de ugye minden táncnak a klasszikus balett az alapja, tehát kőkemény balettórákon is részt kellett venni, illetve tanulmányokat folytatni. Tehát akkor maradjunk a mestereknél. Igen. Milyen mesterek voltak? A cseh balett híres. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy időben maga Egerházi Attila is ott volt hosszú ideig. Igen. És nyilvánvaló, hogy ő is sokat tudna erről beszélni, de
aki tanulni megy, az mit tapasztal meg? Mennyi a különbség egyébként egy-egy balettintézet között? Mert hogy ez itthoni, meg igen, a kinti balettintézet között? Hát gondolom, hogy ugyanaz az alap, ha modern táncot tanul valaki. De azért mégis egy más nyelvi közeg, és mindig minden intézet más, azt tudjuk. Igen, igen, igen. Tehát, hogy összehasonlítási alapom nekem olyan szinten nincs, mivel az itthoni iskolát ismerem, de nem ott nevelkedtem. Prágában nagy kihívás volt a nyelv, az tény, illetve a teljesen más kultúra szintén. Tehát én ott csehül végeztem a tanulmányaimat, cseh nyelvtudás nélkül. Aztán az folyamatosan rám ragadt, és mondhatni nagyjából megtanultam a nyelvet, tehát ez plusz kihívás volt. Volt arra lehetőséget, hogy beágyazódj úgymond a cseh kultúrába? Mennyiben más, mint a magyar? Mert ez nyilván tapasztalati tényleg. Nem sokban más, eléggé hasonló a két kultúra. Egyébként az igaz, hogy annyira az iskolára koncentráltam, 2 évet töltöttem kint reggeltől estig, hogy nem igazán volt lehetőségem integrálódni. Tehát tényleg csak a tanulmányokra, az iskolára és a táncra koncentráltam, így kicsit kiszakította. Mi várt itthon? Tehát megérkeztél 21 esztendősen, ugye? Igen. Tehát ha úgy tetszik, a második otthonodból, otthonról hazajöttél, immáron véglegesen. Hát igazából azért jöttem haza, mert csak nyári szünetre terveztem hazajönni, csak elmentem közben egy próbatáncra a Markó Iván Fesztivál Balett társulatához, és ott szerződést kaptam. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor maradok, mert egy ilyen lehetőség. Ez egy óriási áttörés volt, hiszen olvashattunk róla mi is a Mózes és a 10 parancsolat igen, kapcsán, az egy abszolút sikersztori mindenféle értelemben. Viszont akinek azt mondják, akinek Markó Iván lehetett a mestere, annak nincs feljebb. Milyen volt a fesztivál balettben? Hát legjobb éveim egyike volt. Nagyon-nagyon szerettem ott dolgozni, mind a társulattal, mind a mesterrel, mind a koreográfiákat táncolni, úgyhogy azok nekem nagyon jó időszak. Mit lehet megtanulni egy olyan maximalista művésztől, mestertől, mint Markó Iván? A maximalizmust, pont ezt akartam mondani, hogy tényleg a tökéletességre való törekvést, amit ugye lehetetlen elérni, de magát ezt a hajtást és a törekvést. Próbáljuk megfogalmazni egy napot Markó Ivánul. Hogy épül fel a próbarend? Mi mindent kell tenni ahhoz a próbák során, illetve minden egyes gyakorláson, hogy valódi ünnep lehessen a fellépésre? Hát a legalapvetőbb tény, hogy már eleve a balettórán, sőt, már a bemelegítésnél, a legelső mozdulatnál, ahogy belép az ember a terembe, teljesen át kell szellemülni, és a balett gyakorlatokat is már úgy kellett végeznünk, minthogyha színpadon lennénk, és előadást csinálnánk, és teljes szívvel, lélekkel, nem csak monoton módon a kötelező gyakorlatokat elvégezni. Ez volt az ő ideája. Tehát ő szigorú, ugyanakkor megengedő? Tehát ebben az értelemben jó tanár, jó pedagógus, jó, vagy pedig egy olyan maximalista akarnok, zsarnok, aki jót akar? Ne, inkább az előző. Tehát, hogy maximalista és követel, de hát azért tisztában volt vele, hogy emberek vagyunk. És... Igen, mert előfordul, én nagyon is jól tudom, főleg én azt mondom, hogy a tánckultúrában, aki abban nőtt fel, hogy igenis vannak zsarnoki természetű művészeti vezetők, akik csak így látnak. Nem, ezt azért nem mondhatom el, bár azt hozzá kell tennem, hogy Markó Ivánnak én a pályafutásának a végén kerültem oda, tehát akkor ismerkedtem meg vele. Azt tudom hallomásban, hogy fiatalon teljesen más volt vele dolgozni, tehát arról nincsenek tapasztalataim. És milyen volt ez a csapat a fesztiválban lett? Nagyon, nagyon összetartó volt, nagyon tehetséges táncosok voltak, és nagyon jó volt a közeg, egy segítőkész csapat volt. Ugye azt tudjuk, hogy a Mózes és a 10 parancsolat az arról szól, hogy az Ótestamentum és az Új Testamentum értékrendje, az ége csipkebokorból a Jóisten elrendeltetése. Igen. Amelyet aztán Mózes által küldött el az emberiség számára.
Mennyit lehet egy-egy darabból tanulni? Engem mindig érdekel, hogy egy táncos mit tanul a baletból, a darabból magából. Igen, ez nagyon érdekes, mert szerintem nagyon sokat lehet tanulni. Eleve az adott koreográfus vagy mester elképzelései által. Tehát egy teljesen új szemszögből közelítünk meg olyan dolgokat, olyan témákat, amiket az ember akár ismer, de így felnyitja a szemét, hogy hú, erre így is lehet gondolni, így is lehet értelmezni dolgokat. Meg nagyon érdekes, hogy így a korábbi tanulmányaim visszaköszönnek egy-egy darab kapcsán. Egy balettáncos valóban el tudja táncolni, amit érez, amit gondol, ami egyébként általában csak szóban kifejezhető? Abszolút, legalábbis egy jó balettáncosnak ez a dolga, igen. Márpedig te jó balettáncos vagy. Ezt nem tudom, de... Jó. Olvastam még egyet, ami szintén meg a szememet feltölt a Görög Nemzetiségi Színházban. Igen. Az Amfiteátró, a Dromos út, egy performance előadás keretében a Kolácsos Fotios, jól mondtam a nevét? Kolácsos Fotios, igen. Fotios rendezésében. Ez egy, azt mondják, hogy a retrospektív anamnézis, hát ezt hagyjuk, most nem fordítom a magyarra, mert teljesen mindegy. Viszont egy olyan modern dramaturgiai eszköztárral készült ez a darab, ami megint csak áttörést jelentett. Hogy kerültél egyáltalán a Görög Nemzetiségi Színházhoz? A Fotis gimnazista osztálytársam volt, mert egy drámatagozatos iskolába, a Vörös Marti Mihály gimnáziumba jártam. És ő utána Görögországba ment színművésznek és rendezőnek tanult, és így is végzett az egyetemen. És hát mi azóta is tartjuk a kapcsolatot, gimióta nagyon jó barátok vagyunk, és neki régi vágya volt, hogy mi egyszer együtt dolgozzunk, hogy én mint táncos koreográfus, ő meg mint színész rendező, és ez tavalyi évben sikerült. Nézzük akkor a komfortzónákat. Tehát ugye nem voltál társulatról társulatra vándorló, viszont a döntés felelőssége megvolt, hiszen a fesztivál színház után nyilvánvaló, hogy választanod kellett egy utat. Igen, ez egy nagyon nehéz időszak volt. Ugye a társulatnak hirtelen lett vége, mondhatni egyik napról a másikra, nem tudtunk rá felkészülni. Nem igazán tudtam, hogy hova, merre, mihez kezdjek, mit is szeretnék csinálni. Illetve azt tudtam, hogy tánccal szeretnék foglalkozni, de nagyon nehéz táncosként elhelyezkedni. Úgyhogy utána külföldön turnéztam, majd befejeztem az egyetemet, és különböző projektmunkákban vettem részt, és no, egyszer csak bekerültem. Apropó egyetem, Corvinus Egyetem. Igen. Pszichológiai tanszék, a munkai stressz megjelenés a táncművészetben. Ugye azt mondtad, hogy erről ne beszéljünk, de én nagyon fontosnak tartom. A több lábon állás, az a fontos. Tehát ha egy táncművész érez magában elhivatottságot, tehetséget egyik oldalon a tánc iránt, a másik oldalon pedig úgymond a civil szakma iránt, és ráadásul egy olyan szakirányt választ, mint a pszichológia, ahhoz bizony kell elkötelezettség. Igen, tehát ez egy kettős dolog, és ezáltal még nehezebb. Tehát az is nagyon nehéz, hogyha valaki a táncos pályát választja, és az egész életét annak szenteli, az egy teljesen más kategória. De egy két út között ingázni, annak is megvan a maga nehézsége azáltal, hogy ez, vagy annak ellenére, hogy ez egy nagyon jó dolog, és nagyon sok lehetőséget egyébként terem. Egyébként lubickoltál a pszichológiában, mint tudományban? Nem igazán, mert én a közgazdászként igen, végeztem, csak a szakdolgozatomat vittem el pszichológia irányába, mert nagyon érdekel a téma, az egész pszichológia, meg a gyermekekkel való tehát a munkahelyi stressz megjelenése, ezért ez egy komoly munkacím. Igen, ez egy komoly kutatást is igényelt ez a szakdolgozat, de sokat tanultam belőle, és szintén sok saját tapasztalatot tudtam belevinni dolgozatomba. Kerültél választás elé, hogy tánc vagy közgazdász mi voltod, vagy tánc és közgazdász mi voltod? Igen, voltak ilyen időszakok az életemben, amikor így ugráltam egyik énemből a másikba. Az tényleg egy nehéz helyzet volt. De valahogy mindig visszakerült, akaratlanul vagy akaratlagosan, de mindig visszakerült a tánc az életemben.
Ugye azt tudjuk, hogy a vizuális rendszerek leglátványosabbik a balett mindenféle értelemben. Ezt le se tagadhatnád, hiszen egy gyönyörűséges ifjú hölgy vagy. Mennyit jelent egy táncosnak a folyamatos fizikai felkészültség? Tehát nőként bizonyára érzed, hogy topon kell lenni minden egyes pillanatban. Ez nehéz feladat napi 24 órán keresztül, 365 napon keresztül? Szerintem nem igazán, mert ez benne van a vérünkben, hogyha mondhatom így. Tehát, hogy ez nekünk nem jelent plusz kihívás, plusz munkát, hanem végezzük a megszokott rutint, napi dolgainkat, akár az edzések, akár a gyakorlatok, akár a táplálkozás, és ez kialakul egy idő után, amire mondhat, nem mondom, hogy nem kell rá figyelni, de már az is rutinos, hogy erre figyel az ember. Értem. Akkor megérkeztünk még nem Fehérvárra, hanem az ismeretséghez Egerházi Attilával. Hú, ez egészen még a gödöllői időkre tehető. Ugye azt tudnunk kell, hogy Egerházi Attila Gödöllőn volt a saját társulata hosszú-hosszú ideig, amíg aztán sajnos annak vége lett, de se baj, hiszen itt vagytok. Igen. Hogy történt Gödöllőn? Gödöllőn egy kurzusra, egy nyári kurzusra mentem el, nem is tudom, talán nagymamám ajánlotta, vagy találta, és gondoltam, hogy jó, persze, elmegyek, és igazából ott találkoztam a kurzus bemutatójának végén Egerházi Attilával, aki akkor oda jött hozzám, és felajánlotta, hogy szeretne velem dolgozni esetleg a későbbiekben, akkor még mint táncosként. Úgyhogy bejártam balettgyakorlatokra a Gödöllői Színházhoz. Hát ott hát nem hivatalosan dolgoztam az együttessel, de rengeteg tréningen és gyakorlaton részt vettem velük. Majd sajnos ők elmentek Csehországba. Így, de így sem szakadt meg a kapcsolat, mert én ezzel egy időben elmentem Prágába tanulni a konzervatóriumba. És a Prágai Konzervatórium és a Jihocseszko Divadló között elég szoros kapcsolat, meg együttműködés van. Így a kapcsolat fennmaradt, sokat találkoztunk, ott dolgoztam is, táncoltam is Attila darabjaiban, mint iskolás növendék. Illetve ő is jött az iskolának, az együttesének koreografálni. És akkor hazajöttetek, de nyilván nem együtt, akkor nem, én sokkal előbb hazajöttem, és 2 éve nyáron, szintén egy kurzuson, Amposztában találkoztunk újra, amikor már tervben volt a Székesfehérvári Balettszínháznak a megalapítása, és én akkor fejeztem be az egyetemet, erről az Attila tudott valahonnan, nem tudom honnan, azt is tudta, hogy még táncolok, és akkor az ő ötlete volt, hogy próbáljuk meg ezt így együtt. Milyen egy teljesen új helyre megérkezni, egy olyan városban, mint Székesfehérvár? Prágából és máshonnét és Budapestről, tehát nagyvárosokból, ahol minden világít, villódzik, világvárosi hangulata van, itt pedig egy ilyen békés kisvárosi jelleg, bár a történelmi jelleget ne tagadjuk, tehát azért van varázsa egy kisvárosnak is. Igen, megvan a pozitívuma, a nyugalom, a béke, ami nem az állandó nyüzsgés és rohanás, úgyhogy nekem ez pozitívum volt, viszont azt hozzá kell tennem, hogy én Budapesten élek, most már kezdek Székesfehérvár felé orientálódni, de hogy én nagyon sokat utazgattam, tehát nem mondhatom azt, hogy ott hagytam a nagyvárosi életet egyelőre. Egyelőre. Tehát megjött a felkérés, kellett gondolkodnod, hogy elfogadod vagy sem? Nem nagyon. Én annyira megörültem neki, meg annyira úgy éreztem, hogy ez egy nekem való kézenfekvő feladat, hogy igazából szerintem egyből igent mondtam. Persze sorozatos tárgyalások követték ezt a felkérést, de nem voltak kétségei. Milyen jövőképet vázolt fel Attila? Ugye azt tudjuk, hogy amikor jött, akkor voltatok öten, nyolcan, valahogy igen. Így, tehát egy számjegyű volt. Igen. Az mindenképpen, azt tudtuk, hogy Krisztina jön, hiszen ő lelke jobbik fele, fordítva is igaz Attilának, és a hozzátartozó táncosok, akik Gödöllőn is ott voltak, sőt Csehországban is, aztán alakult szépen lassan. Tehát milyen jövőképet mutatott meg? Hát én ismertem ezeket a táncosokat, Krisztinát is ismertem. Hát a jövőkép az egy
nagy társulat, tehát egy folyamatosan bővülő társulat, mind repertoár tekintetében, mind táncosok tekintetében, és ez abszolút azt mutatja, amiről Attila nekem annó beszélt, tehát folyamatosan bővülünk, repertoárunk is bővül, és hát határa csillagoség, tehát... Hogy... Barbara, miként lehet beilleszkedni egy csapatban? Most nyilvánvaló ugyanazt csináljátok, mindenki hasonlóan áll hozzá a munkához, tehát maximalista értelemszerűen. A repertoárt egyébként is a művészeti vezető igazgató találja ki, aki koreografál is, de azért újra kell kezdeni, ugye? Abban azért van nehézség, mert igaz, hogy a színpad ugyanakkor és ugyanolyan mindenütt, de azért a tiétek valamilyen szinten egy misszió. Ugyanis Székesfehérvár bármennyire is a művészetek városa, ahogy én elkezdtem, de a balettet itt nem ismerték, ezt én meggyőzéssel állítom. Igen, hát itt igen, nehéz volt, és vannak is kihívások, úgyhogy most az a egyik legfőbb célunk, hogy tényleg megszerettessük és megismertessük a balettet és a táncművészetet az emberekkel, amihez idő kell, de szerintem ez is elég jó úton halad, mert majdhogy nem telt házas előadásokkal. Igen, jó úton jártok, az nem vitás, és ráadásul ugye ennek a közönségnek meg kell szokni az Attila stílusát. Tehát, hogy ez nem klasszikus balett, sokkal inkább táncjátékokkal igen, operál. Igen. Egyébként számodra a táncjáték, mint műfaj, ez jó? Abszolút igen. Én inkább táncszínház és modern táncpárti vagyok, mint hagyományos értelemben vett klasszikus balett. Bár azt is nagyon szeretem, de mind művelni, mind nézni, én jobban szeretem a táncszínházat. Mennyi időt töltötök most próbákkal itt Fehérváron? Tehát most nem konkrétan egy darabra gondolok. A napi munkarendünket tekintve átlag 6 órát dolgozunk. Plusz-minusz ez attól függ, hogy éppen premier időszakunk van-e, vagy előadásra készülünk, de körülbelül 6 óra, amit egy táncos, még egészséges keretek között. A Fehérvári Színház barátok nagy érdeklődéssel vártak, ezzel nem árulok el titkot. Igen. Benneteket, illetve a Balettszínház bemutatkozását, nem kellett csalódniuk egyébként. Azt hiszem, hogy most már a negyedik premiéren vagyunk túl, ugye? Negyedik vagy ötödik? Hát premiér tekintetében negyedik. Igen. És a Rómeó és Júlia. Most nem menjünk vissza az időben, mert a Rómeó és Júlia volt, amelyet mi is be tudtunk úgy mutatni, hogy jószerivel valamennyi szereplőt megkérdeztünk, igen, hogy miként készül ez a darab. És én arra figyeltem fel, hogy mindenki elkötelezett. Tehát itt ugye volt két cseh igen, kolléga, aztán a spanyol ága a színháznak, és maga Attila nyilván, igen, és a fiúk igen, közül néhányan. És azt figyeltem meg, hogy ez egy összetartó csapat. Ez általában is jellemző egy balettszínházra? Hát szerintem akkor működik jól egy balettszínház, hogyha összetartás van, és közös cél. Úgyhogy ez... De ez egy különösen összetartó csapat. Eljutunk a művészeti titkárságig, igen, de akkor először a Dajkát kérdezem. Igen. Milyen ez a Rómeó és Júlia? Ugye mindenki másként fogalmazza meg, tudjuk, hogy táncjáték, ugye azt tudjuk, hogy Shakespeare óta ez egy nagyon-nagyon fontos darab mindenféle értelem, a drámairodalom tekintetében is, az emberi kapcsolatok tekintetében is. Tehát a veronai szerelmesek példa mindenre. Igen. Jószerűen minden benne van. De hogy lehetett megszokni azt az új elvet, ahogy ezt színpadra állított Egerházi Attila? Kérdezem a Dajkát. Mert én nagyon élveztem, nagyon jó volt a Dajka szerepében táncolni, de egyébként Attila követte abszolút a shakespeare-i vonalat. Tehát, hogy arra épült az egész mű. Tehát ilyen nagyon nagy újítások és új vonulatok nem voltak a darabban, tehát tényleg a shakespeare-i Rómeó és Júlia az, amit bemutattunk, csak táncnyelvre lefordítva. A közönség reakciója... Ez nagyon meglepő volt számomra, tehát hogy hihetetlen volt. Igen. Számomra az álló vastaps és a rengeteg... Ehhez hozzá kell, hogy szokjatok egyik oldalról azért, mert ugye azért hozzátegyük, az újdonság erejével hat, viszont most már kellően rutinosak és hozzáértőek a Fehérvári Színház szerelmesek, hogy lássák, hogy igen, itt valami nagyon komoly történik, és az, ami a miénk.
No, és a művészeti titkárság az hogy jön? Mert ugye az érdekes, hogy egy közgazdász, ez már a közgazdásznak szólt ez a valamelyest? Igen, valamelyest. Hát nagyon érdekes egyébként ez a pozíció is. Nagyon nem tudnám egy szóval leírni, hogy mi konkrétan egy művészeti titkárnak a feladata, legalábbis jelen esetben, mivel egy elég kicsi, tehát az irodában is kevesen dolgozunk egyelőre, és az az elv, hogy így kicsit az, ahol mindenki mindent csinál, ami nekem nagyon szimpatikus, és nagyon tetszik, hogy mindenki mindenbe belelát, és ott segít, ahol tud. Úgyhogy rengeteg, nincs egy napi rutin, amit el tudnék mondani, mert nem is konkrétan kell. Minden nap új feladatok, új impulzusok, igen. Új megoldandó problémák érnek, és kihívás, de pozitív értelemben. Tehát lubickolsz benne. Igen. Mint a színpadon, bár egy kicsit más. Kicsit más vagy. Hogy készültök a nyárra? Nagyon várjuk. Nagyon várjuk? Igen, hát nagyon, nagyon keményen dolgozunk, ugye már augusztus 1-e óta, szinte megállás nélkül, és hát a sok szépség ellenére is azért nagy a nyomás, meg sok stressz van mind a táncosokon, mind a Székesfehérvári Balett Színház dolgozóin, de úgyhogy várjuk a nyarat, de még odébb van egy kicsi. Azzal, hogy most egy komoly lépcsőt tehettetek felfelé a Táncművészek Szövetségén belül, igen. Az azt hiszem, hogy megelégedéssel tölt el a mindenkit. Igen, ez egy fantasztikus hír, és egy nagyon jó lehetőség a jövőre nézve, úgy gondolom. No, hát akkor én nem maradt más hátra, mint hogy jó pihenést kívánjak neked. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy megérdemlitek mindnyájan, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Én azt tudom ígérni a székesfehérváriak nevében, hogy az nem csak véletlen volt ez az állóvastaps, hanem az így lesz ezután is, mert nincs kétségem felőle, hogy nagyszerű, nagyon jó úton jártok. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták vendégem, Bokrosi Barbara, a Székesfehérvári Balett Színház táncosa és művészeti vezetője volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.